Több hónapos szünetekkel megszakított felkészülés után vág neki a bajnokságnak a kisvárdai együttes. Bakó Botond vezetőedzőnek gyakorlatilag új csapatot kellett építenie, mivel 9-en távoztak, az érkező fiatal hazai játékosok beépítéséhez pedig időre van szükség. A felkészülési meccsek és a tornák erre jó lehetőséget biztosítottak, de a szakember szerint még van mit csiszolni a csapatjátékán. Várja mindenki már a rajtot, hiszen azért március közepe óta nem játszottunk két mérkőzést, ami extrémen hosszú. Ilyen azért nem nagyon volt az elmúlt időszakban, nem is tudunk róla, hogy az elmúlt 10-15-20 évben akár lett volna hasonló példára. Úgyhogy ez mindenkinek egy új helyzet volt, és hát pont az idő hosszúsága miatt a játékosok már nagyon ki vannak éhezve egy kis tünetre, egy kis igazi mérkőzésre, és kizökkenni az edzések hangulatából, illetve azt csinálni, amiért ezt az egészet, hogy csinálják a versenyhelyzet, a tét helyzet, és ennek a megoldása miatt, hogy mindenki kíváncsi, hogy mire lesz képes a csapat, illetve a játékosok. Picit itt az utolsó pillanatban áttervezte és áthúzta a számításainkat ez az új helyzet, hiszen egy normál bajnoki menetrendre készültünk, és ez ugye egy nappal ezelőtt megváltozott, hiszen ugye a kézadó szövetség bejelentette, hogy egy sűrített naptár lesz. Ezzel elveszítettünk egy bő 2-3 hetet a felkészülésünkből, ami jelen pillanatban még azért látszik a formánkon. A kisvárdai együttes pénteken 18 órai kezdett el a bajnoki címvédő Győr otthonában lép pályára. Győrben kezdeni a bajnokságot soha nem hálás feladat. Ráadásul ők is hosszú idő után először lépnek tét mérkőzésen pályára, úgyhogy nekünk mindenképpen ez a mérkőzésen még a formabohozás, illetve az, hogy a bajnokságnak az ízét megízlelni. Természetesen szeretnénk tisztességesen helytállni, illetve tényleg olyan produkciót nyújtani, ami önmagunkhoz képest megfelelő. Az, hogy ezen mérkőzésen az eredményben mihez lesz elég, azt majd nyilván meglátjuk. Mi, hogyha a saját formánkhoz képest és tudásunkhoz képest a maximumhoz közel játszunk, akkor már elégedettek leszünk. Az NBA nyitófordulójának további párosítása a következő: Debrecen Mocsonmagyaróvár, Boglári Akadémia Békés Csaba, Dunaújváros Szombathely, Ferencváros Vác, MTK Budapest Albafehérvár KC és Siófok Érd.